Van egy közlekedési morál, amit tudni kell, hogy most milyen ez Magyarországon. Szerintem jobb, mint régen, tehát nekem pozitív tapasztalataim vannak. Bonyhádon hangzott el a gondolat a 2007-es MotoGP 125 köbcentiméteres kategóriájának világbajnokától, Talmácsi Gábortól. A Völcségi Motoros Egyesület a Minden fejben dől el címet adta az előadásnak, amelyre várták mindazokat, akik fontosnak érzik a motoros szezon kezdete előtti felkészülést. A közúti közlekedés egyéb résztvevői még jó látási viszonyok között is nehezen észlelik a két keréken közlekedőket, sőt, sebességüket is nehezebben mérik fel, ezért fontos az odafigyelés mindkét járművezető részéről. A gyorsasági motoros világbajnok arra is rávilágított, hogy a közlekedési szabályokat sem árt időről időre újra áttanulmányozni. Egy autós akkor érti meg legjobban egy motorosnak a dinamikáját, meg a közlekedési moráját, hogyha ő is már motorozott. Tehát, hogy nagyon nehéz így átszellemülni ebbe. És hát nagyon fontos frissíteni a meglévő kressz tudásunkat, mert nagyon sokan nem tudják például, hogy a motorosok használhatják mondjuk a buszsávot, vagy éppen, hogy álló autóoszlop között előre lehet sorolni a motorosoknak. Utast csak akkor vigyen valaki, ha maga biztosan kezeli már a motorkerékpárját, aminek fontos, hogy kifogástalan legyen a műszaki állapota, valamint, hogy a motoros védőfelszerelése is hibátlan legyen. Ezért érdemes azt is átvizsgálni, mielőtt valaki két keréken nekivág az utaknak. Hogy minőségi felszereléseket használjunk, az nem kérdés, de a másik pedig az, hogy megfelelő méretet válasszunk, mert hogyha valami egy picit is szorít, vagy fusztrál, akkor abból elfáradhat az izomrész, zsibbadás lehet, dekoncentráltság lehet, ugyanígy a sisaknál is, hogy nem jó, pici a sisak, akkor egy idő után szorít, az egy rossz érzés, ha túl nagy a sisak, akkor belekaphat a szél, és imbolyoghat ugye a fej. A délutáni előadás alkalmával a világbajnok magával hozta saját védőfelszerelését is, és segítőkészen válaszolt a közlekedéssel kapcsolatos kérdésekre is. A balesetek elkerülése érdekében fontos, hogy a motorosok a helyes sebesség megválasztása mellett a látási és útviszonyoknak megfelelően közlekedjenek.